A padló és a falfűtési mező beállításai után helyezzünk el egy áramlás mennyiségmérős osztógyűjtőt. A sugárzó fűtés eszköztárban két osztótípus közül tudok választani. Az első parancsikonnal egy sima áramlás mennyiségmérős osztót tudunk beilleszteni, míg a másik parancsikonnal egy szivattyús keverőegységgel egybeépített áramlás mennyiségmérős osztót. Válasszuk ki a sima áramlás mennyiségmérős osztót, és illesszük be a rajzterületre. Ha rákékelünk az osztóra és nyomva tartjuk, akkor tudjuk mozgatni. Ha zöld nézetre kékelünk, akkor forgatni tudjuk. Az osztógyűjtő elhelyezése után már be is köthetnénk a padló és a falfűtési köröket az osztóhoz, de mielőtt ezt megtennénk, végezzünk el egy előzetes ellenőrző méretezést, hogy megtudjuk, szükséges-e bármilyen módosítást elvégezni a felületfűtéseknél. Klikkeljünk a programok eszköztára és a számítási parancsra. A program előzőleg figyelmeztet néhány alapbeállításra, és ha van hibaüzenet, az is itt megjelenne. Amennyiben hibaüzenet van, akkor nem folytatható tovább a számítás, így ezeket mindenképpen korrigálni kéne. Klikkeljünk tovább. Ebben az ablakban kell beállítani a fűtési előre menő hőmérsékletet. Vagy beírjuk kézzel az értéket, vagy pedig kihasználjuk a programnak azt az előnyét, hogy optimalizálja a teljes sugárzó fűtési rendszert, beleértve az előre menő hőmérsékletet. Ha rákékelünk, a program megadja, hogy 37,4 fokos az ideális előre menő hőmérséklet. Optimalizálni tudunk hő és hidrolikai szempontok szerint. Optimalizálni tudunk még úgy, hogy minimálisak legyenek az üzemeltetési paraméterek, ekkor sűrűbb osztástávolsággal, kisebb előre menő hőmérséklettel fog a program számolni. Ha a beruházási költségek szerint fogunk optimalizálni, akkor ritkább osztástávolsággal, magasabb előre menő hőmérséklettel fog számolni a program. Maradjunk az első beállításnál, és kerekítsük föl a 37,4 fokot 38 fokra, és lépjünk tovább a számítási eredményekre. Minden egyes sor egy-egy padlófűtési és falfűtési mezőt jelöl. Az első oszlop azonosítja az egyes mezőket a hozzátartozó számozással és burkolattal, a következő oszlop tartalmaz a hőszükségleti értékeket, a harmadik megadja, hogy hány wattal lesz alulfűtve vagy túlfűtve a helyiség, a negyedik oszlop megadja a 38 fokos előremelő hőmérsékletnek a hőfokesését az egyes körökben, megadja a program az ideális osztássávosokat, amit a program optimalizált, a padló felületi hőmérsékletét és az 1 négyzetméterre vonatkozható hőladást, megadja a körhosszúságot és az utolsó oszlopban a nyomásveszesség értékeket. Ezeket a számítási eredményeket mindig tekintsünk egy alapnak, amelyektől el tudunk térni. Változtatni tudjuk például a fűtési hőfoklépcsőt. Kézi módba átállítva, ha kézileg változtatunk az értéken, az érték alatt egy K betű jelzi a kézi módosítást. Állítsuk vissza autómódba, így később is tudjuk optimalizálni ezt a kört. Ugyanígy tudjuk kézileg módosítani az osztássávolságot. A program megadja a lehetséges osztássávolságokat, például ha kiválasztom a 10-es osztássávolságot, a program egyből megadja, hogy 112 watttal lesz alulfűtve a helyiség a jelenlegi 210 helyett. Maradjunk az autómódban. Nézzük most meg a hibaüzeneteket. Az első hibaüzenet azt írja, hogy az osztógyűjtőt nem lehet beszabályozni. Mivel sokszor van összefüggés a hibaüzenetek között, ezért nézzük meg a következő sort. A 4-es padlófűtési körnek túl nagy a nyomásvesztessége, ezért fel kell osztani ezt a fűtési felületet két részre. A program sárgával jelzi a konkrét hibát. Mivel korábban beállítottuk, hogy maximum 25 kPa lehet, ezért nyomásvesztességet ebben a körben csökkenteni kell. Mivel közel járunk a 25 kPa-hoz, ezért ahelyett, hogy felosztanánk a fűtési felületet két részre, elegendő, ha a fűtőközeg hőfoklépcsőjét növeljük, ezáltal csökkentve a tömegáramot, és csökkentve a körben a nyomásvesztességet, megszüntetve ezzel a hibaüzenetet. Az előzetes méretezés befejezéséhez klikkeljünk a megszakítás parancsra,
Ezek után már beköthetjük a padlófűtési és falfűtési köröket az osztógyűjtőhöz.